Akkor mondjuk három kizáró okot, hogy kivel nem állnám. Szóval én biztos, hogy nősférfivel nem, lekezelővel is agresszívan biztos. Nősférfivel nem, ezt mondtad. Hát veled sem. De mindegyikhez volt közöm, az nagy baj? Mind a három fajtához, beleszaladtam. Én nem volt közöm, csak hogy nem csinálni. Most már, majd fejjel. Hogy nem mennél bele? Nős, lekezelő és agresszív. A lekezelő az kizárt. Tehát az igazi nát. Agresszív az nincs ráírva elsőre, tehát abba beleszaladhatsz. A nős az meg azt gondolom, hogy... Nem, annál sokkal több, mert az nem szentírás, hogy elsőre megtalálod az igazit. Igen, pedig de már magadra veszel egy olyan férfit, akinek nem rendezett a családi élete. Tehát, ez azért megint álságos. Nem, ez azért megint nem álságos. Mert abba a kapcsolatban, ez most közhely lesz, ahol minden frankom, ott úgysem tudsz bemenni harmadikként. Ha meg nem frankó, akkor honnan tudod, hogy nem ő rendeltetett neked? Evelyn. Nem tudom, én biztos, hogy óvnám magam ettől. Köszi. De egyébként értelek. Tehát igaza értelek, van, értelek. Teljesen szerintem igaza a boldogság van. Nélkül igen, nincs élet. Értem, azért meg harcolni kell. Vége, hogy ő neked rendeltetett. De ezt sose tudod meg, Dóri. Hát, ha nem próbálod, sose tudod meg. Ez egy rizikófaktor. Ha minden okés abba a kapcsolatba, úgy sem tudsz bemenni. Ha meg be tudsz menni, nincs minden rendben. De akarok én bemenni egy olyan dologba, ami... Hát meg akarod magadat fosztani, lehet, hogy életed párjától? De jól beszél az úristen. Ez meg akarod most valami aktuális dologról beszéljünk, mert akkor most... Mert tőlem mindig neveket kérdeztek, én most kíváncsi vagyok. Nem, de sosem tudhatod. Ha nincs helyed, nem tudsz beférkőzni. Így van. Ha meg van helyed, és mégiscsak ő rendeltetett, azért ne menjél bele, mert ő nős. Tudom, hogy fájni fog. Nekem is, engem is csaltak meg. Én is voltam szerető, meg lehet kövezni érte. De szerintem az élet mozgató rugója a boldogság. Ha ez nincs, lehet bármennyi pénzed, bármilyen baráti társaságod, bármilyen szakmai karriered. Ha ez nincs benne a lelkedben, a napi szinten boldog légy, az egészet meg. Nekem benne van. Mindjárt tovább egyedül a műsor. Nagyon szépen körbeírtad és elmondtad. Annyira okos vagy. Nem okos vagy, sokkal többen, igazi nő vagy, és ha Dórival nem találkozom, a Mazsival összehozom.